Hét túsz is meghalt a Gáza északi részén lévő Jabalia menekültábor elleni izraeli légi csapásban, közülük három külföldi állampolgár volt, közölte az övezetet uraló Hamas. A terror szervezet tájékoztatása szerint legalább 50 emberéletet követelt a bombázás, de félő, hogy akár több száz embert maguk alá temettek a romok. Az áramszünet, valamint a kommunikációs csatornák blokkolása miatt nehéz pontos információkhoz jutni. A Hamász vezette egészségügyi minisztérium 8796-ra emelte a három hete tartó háború palesztin halálos áldozatainak számát Gázában. A terror szervezet elítélte a táborban elkövetett, ahogy írták, förtelmes izraeli mészárlást. Az izraeli hadsereg azt közölte, az október 7-i támadás egyik Hamász parancsnokát likvidálták a táborban, elismerve azt is, hogy a légicsapásnak civil áldozatai is vannak. Valamint a gázai szárazföldi műveletben eddig 13 izraeli katona esett el.